A réd szélén egy nagy tölgyfáról lassan hullott a levél, s hullott a többi fáról is. A tölgy egyik ága magasan a többi felett egész a rétre nyúlt ki. Legszélső ágán két levél kuksolt egymás mellett. Már nem úgy van, mint régen, mondta az egyik levél a másiknak. Nem, ismételte a másik. Ma éjjel is annyian elmentek közülünk. Már jóformán csak mi maradtunk ezen az ágon. Nem lehet tudni, melyikünkön van a sor, mondta az első. Amikor még meleg volt és a nap forróságot árasztott, olykor egy-egy vihar vagy felhőszakadás tört ránk, és sokan közülünk már akkor elsodródtak, holott még fiatalok voltak. Nem lehet tudni, melyikünkön a sor. Most a nap csak ritkán süt, sóhajtott a második levél, és a süt is már nincs ereje. Új erőre volna szükségünk. Vajon igaz-e? Kérdezte az első. Vajon igaz-e, hogy helyünkbe újak jönnek, ha mi leperegtünk, és azután újak, mások, és mindig újak? Biztosan igaz, suttogta a másik. Sem tudom képzelni. Ez már meghaladja a mi fogalmainkat. És aztán olyan szomorúak leszünk tőle, tette hozzá az első. Egy ideig hallgattak, aztán az első csöndesen mondta maga elé. Miért kell elmennünk? A második kérdezte. Mi lesz velünk, ha lehullunk, lehanyatlunk? Mi van ott len? Az első felelte. Nem tudom. Az egyik ezt mondja, a másik azt, de senki se tudja. A második kérdezte, vajon érzünk-e még valamit? Vajon tudunk-e még valamit magunkról, ha ott lent leszünk? Az első ismételte, ki tudnám megmondani? Aki lehullott, még sose tért vissza, hogy erről beszéljen. Újra hallgattak. Aztán az első levél gyöngéden így szólt a társához. Ne bánkodj olyan nagyon, hisz reszketsz már. Hagyd csak, felelte a másik. Mostanában olyan könnyen reszketek. Már nem érzem magam olyan biztosan a helyemen. Ne beszéljünk többé ilyen dolgokról, mondta az első levél. A másik felelte. Nem, hagyjuk. De mi másról beszélhetnénk? Hallgatott és kis szünet után folytatta. Vajon ki megy el közülünk elsőnek? Ezzel még ráérünk, csillapította az első. Emlékezzünk inkább a múltra. Milyen szép volt, milyen csodálatosan szép. Amikor a nap oly forrón tűzött ránk, hogy majd kicsattantunk az egészségtől. Emlékszel még? És aztán reggel a harmat, és az enyhe pompás éjszakák. Most iszonyatosak az éjjelek, panaszkodott a másik, és nem akarnak véget érni. Nem szabad panaszkodnunk, mondta az első szeliden, hiszen tovább éltünk, mint sokan, sokan közülünk. Ugyan nagyon megváltoztam, érdeklődött az első levél félénken, de sürgetően. Szó sincs róla, erősítette az első. Te persze azért gondolod, mert én olyan sárga és csúnya lettem, nálam ez egészen más. Ugyan ne tréfálj, vágta el szavát a másik. De igazán úgy van, ismételte az első buzgón, higgy nekem. Olyan szép vagy, mint az első napon. Itt-ott egy-egy vékony sárga csík, alig lehet észrevenni, és csak még szebb leszel tőle. Higgy nekem. Köszönöm, suttogta a másik levél meghatottan. Nem hiszek neked, legalábbis nem egészen, de köszönöm, hogy olyan jó vagy. Te mindig olyan jó voltál hozzám. Most értem csak meg egészen, mennyire jó. Hallgatom.
magas, mondta az első, és maga is elhallgatott, mert a bánat szavát vette. Most hallgattak mind a ketten. Az órák múltak. Nedves szél húzott hidegen és ellenségesen a fák felett. Hú, most, mondta a második levél, én... Megtört a hangja. Lassan levált ágáról, és kerengélve leult. Itt volt a tér.